A húsvétnak Európa szerte talán legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás. A tojásfa díszítésének megvalósítását Zsinka János a múlt év végén a 2024-es esztendő programjainak tervezése során határozta el. A vezető a kivitelezést Berta Zoltánnal, Tolna alpolgármesterével egyeztette a szükséges engedélyek megszerzése érdekében. Onnantól kezdve mentek a dolgok, föltettük a csoport oldalára, és hála a jó Istennek, hogy a csoporttársak mindenki pozitívan állt hozzája. Most a tudomásom szerint 1550 darab tojás van feltéve, ami egyharmad része palisztirol, meg műanyag, de a többi azok mind kacsatojás, meg tyúktojás ki vannak fújva, és különböző technikákkal vannak elkészítve. A tojások több hét alatt készültek el, a csoporttagok saját maguk fújták ki őket. A dekorálás megelőzően többen izgultak az időjárás miatt, azonban ez a tényező végül nem szólt közbe. Vásároltunk készen műanyag tojásokat, aztán hungarocell tojásokat, de például hungarocellből kis virágokat is csináltunk, vagy laminálva fölkerültek csibe rajzok. Tehát nagyon sokféle módon azt szerettük volna, hogy minél színesebb legyen. Rül Gizella kiemelte, nagy öröm számukra, hogy több csoporton kívüli városlakó is kilátogatott és eljött segíteni. A szervezet a tojásfa díszítéssel szeretne hozzájárulni a város mindennapi életének színesítéséhez.